Hát a család, Deim család első tagja az 804-ben került Szentendrére. Lanzendorból jöttek, tehát Ausztriából. Hát malmos lehetett az illető, mert egy malmos családba nősült be. Akkor meghalt az illető, akkor lett Deim malom. És 32-ben, mikor én születtem, akkor szűnt meg a malom, bár már egy-két év, pár éve már nem működött, mert tönkretették ezeket a kismalmokat, vagy 6 dolgozott itt a patakparton, és az a malom, amiben most a képzőművészet bevonult, az tette tönkre végeredményben. Ez egy nagy gőzmalom, vagy nem tudom, mivel hajtották, de nem vízzel. És kiket tekintesz olyan képzőművészeknek, akik hatással voltak rád, akár korosztálybéli, akár idősebb, akár magyar, akár külföldi? Hát mondjuk, ha külföldit, akkor Bennikolzon, igen. Azt nagyon kedveltem. Akkor hát a Moore-nak a rajzai, azok nagyon megfogtak, hát a szobrai is persze, de különösen a rajzai. Aztán hát Magyarországon Barcsai, Vajda, Gadányi. Volt egy nagy Gadányi kiállítás Erzmuseumban, pont 56 előtt, után, már most hirtelen nem tudom. Után. Nem, után én lehet. Én úgy emlékszem, hogy igen. Utána, de ő aránylag fiatalabban. Az Erzmuseumban, és na, ott főleg ezek a kisméretű akvarell rajzai, azok fantasztikusnak tűntek. Szóval ez a, mikor valaki szétszedi a természetet, és újra összerakja, és alakítja, mintha a teremtéssel nem volna megelégedve, hogy hát azért ezt lehetett volna így is, meg úgy is, de még mindig nagyon kötődött a tájhoz, meg a látott világhoz. Én úgy vagyok, csinálom a képeket, ezt a művészettörténészek majd magyarázzák. Nem mindig jól, meg minden, de találják ki, hogy miről van szó. Ami nagyon jellemző rád, egy redukált színvilág és egy redukált formavilág, a tőmondatosság szerű szerkesztésre irányuló törekvés. Hát aztán, hogy ezt hogy lehet még tovább ragozgatni, az tartozzon tényleg művészettörténészekre. Minden esetre itt Szentendrén, igen, az a szobor, ami, igen, szinte de emblémája Szentendrének, az nagyon jellemző rád, ahogy néztem a festék viszont, mintha lekopott már volna. Már nagyon, igen, ezt már javítani kellene. Hát az is, hát ezek úgy egy időbe készült, hát persze pár év differenciál. És ez látható itt Szentendrénél, ahogy az ember bejön. Igen, igen. Az műanyagból készült ez a Zámbó akció, a szobor, hogy csinálunk szobor kiállítást Szentendrén, és de aztán leállították az öreg asszonyok, nek nem tetszett, és betelefonáltak a városházára, hogy hát mi ez itten. És akkor mivel nekik se tetszett, úgyhogy le is állították programot, és így nem lett kiállítás. Hát ezt még a Zámba öcséi kezdeményezték, hogy itt a posta előtti részen egy modern szobor kiállítást, tehát nem végleges szoborállítás, kiállítást szerveztek, és akkor kértek meg, hogy vegyek én is részt, és ők megcsinálják a technikai részét, mert hát ez fizikailag elég nehéz munka, és a kivitelt ők vállalták, és műanyagból készült. Hát ez persze ott voltam a formálásnál, hogy milyen, hogy mitből faragjanak még le, vagy ne. És ezt elhelyezésnél végül nem a posta elé került, hanem ezt javasolt
mondtuk, meg többen is mondták, hogy hát tegyük ide. Hát ez nem a legjobb hely éppen szoborállításhoz, legalábbis én ezt túl picinek is találtam ide, ezek a nagy világító oszlopok, meg parkoló, meg mind. Szóval nem egy ideális dolog, de hát ha már ide került, köszönő szobornak lett elnevezve, úgyhogy hát ez valóban köszönt itt. Valóban, mert ahogy igen. Budapestről ezen a nagy úton jönnek be az autók, igen. Szentendrét ez fémjelzi, ez a mű. Na most még ahhoz képest nincs eléggé jól karbantartva. Sőt, hát ezt nekem kéne karbantartani, mert az én tulajdonom.